Na hát akkor üdvözlök mindenkit újra itt a Peteg Gaming csatornán, ma pedig elhoztam nektek egy új játékot, ami nem más, mint a Poppy Playtime, és tudom, hogy egy picit gamingelünk, de most hát elég nagy kedvet kaptam ehhez, de nem sokára jön majd az új petásó is. Erről a játékról annyit kell tudni, hogy Steamen ingyenessé tették, szóval hogyha érdekel, akkor nézzétek meg. Kijött a második chapter-je a játéknak. Tehát ezt ilyen részekbe adják ki. Az első chaptert ingyenessé tették a második megjelenése után. És ezért tudunk mi ezzel most játszani. Szóval vágjunk bele, kb. Egy fél éves játék. Chapter 1. A Tight Squeeze. Ez a fejez egyébként nagyon tetszik. Szóval egy ex-employee, tehát egy régi munkások vagyunk. A Playtime Co. Corporation-nél. Visszatérünk a gyárba. Jó sok évvel később, miután mindenki eltűnt, szerintem neki köze lesz hozzá ez a fej, ez nagyon. Vágjunk bele egy új játékba. Valamennyit tudok a játékról. Annyit tudok, hogy egy ilyen másfél órás játék. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. Miért aggol ennyire ez a cutscene? A little girl can talk to her? Poppy. Itt is vagyunk. Hát valamiért nem vette fel normálisan ezt a cutscene-t. De akkor itt vagyunk. Újra. És hát az az arc, az már megint visszaköszön. Szóval bejöttünk a gyárba. És egy gyönyörű welcome felirattal üdvözöl minket. Azt mondom, menjünk ki barna. Jézusom, horrorisztikus. Ide kell majd egy színsor. Szerintem, elég valószínű. Ez egy kazetta, ezzel fel lehet venni. Tabbal. Tabbal még nem működik. Nem működik a tab, na mindegy. És ott egy zöld kazetta lejátsza, akkor gondolom ebbe kell betenni, igen. És akkor megint le fog nekünk játszani egy ilyen. Picit fejébe veszem azért a játék hangján. Here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Hát szóval azt mondta, hogy igazából ezt lejátszák minden nap, amikor bezárják a gyárat, és hát azon kívül semmi érdekeset. Itt egy ajtó, itt kéne találni egy színsort. Á! Zöld rózsaszín, na. Mi volt? Zöld rózsaszín, sárga, piros. Akkor ez fog nekünk szerintem oda kelleni. Zöld. Rózsaszín, sárga, piros. És kinyis nyílt. Á, egy újabb tép. Ez mi? Nem tudom felállni. Akkor nézzük meg. Grepp, á, akkor az lesz az. Szorosan fel kell kötni.
meg kell fogni mindkét kezet, és lehet vele tüzelni. Ez ilyen fogó dolog. Csak kis dolgokra tüzeljünk, emberekre ne, mert akkor letépjük a fejét. Hát ez nagyon szuper. És lehet vele áramot átvinni egyik helyről a másikra. Na mindegy. Á, és ki is nyit. Akkor most fel tudjuk kapni, és akkor bal klikkel tudunk tüzelni. Hold them full object. Á, szóval, hogyha olyan tárgyra fogunk rá, amit meg lehet húzni, akkor ott maradsz. Jó. És akkor most... Á! Oda kell szerintem majd ez a kéz. De itt nem tudunk átugrani. Jó, de hogy nem tudunk átugrani. Kis itt a kapu. Á, szóval te voltál az a kezdőképernyőről. Itt egy gomb. Hát ez nagyon szép zene volt, Huggy Wuggy 1984, akkor ő lesz az. Több száz van belőle, és ilyen kis dobozokban vannak. És van egy nagy. Ennek nincs előért, ó, ott el egy kulcsot. Köszöntöm. Akkor menjünk a powerbe, mert elment. Jó, azt hittem, hogy valami elment el az ajtó előtt. Frászt kaptam, köszönöm. És akkor, á, most kell majd felhasznosítanunk azt az áramos buszt. Ez az sikerülni fog. Tép le. Jó. Igen, ezt megfogjuk. Ide behúzzuk. Várj, hova kell? Kell egy oda. Jaj, de autentikus ez a vér. Egy picikét feljebb veszem a brightness-t, mert nem látok. Kell egy ide. Ez itt mi? Ja, hogy ezt termelni az áram. Máshova nem is kell, akkor miért nem fogadtad el kis ilyen? Nem sétáltam be. Hát... Na, most most kaptél egyet. Igen? Eltűnt a gyerek. Te tudsz valamit? Ne nézzél lefele. Inkább rám ne nézz. Mehetünk tovább. Á, és ott egy kéz. Az életelő nem a te kezed? Adj egy kapit. Ó, de hogy nem? Meg vagy te kicsi rohadt. Kicsit se beáll. Bocsánat. Kicsit sem félelmete. Nem fütyülsz. Elment az FPS. A sárga tépet itt én most nem látok. Itt egy lépcső. Á, ezeket kell majd ide berakni. A
Ó, találjuk meg mindet. Ott egy sárga. Nem a kukát. Ott egy piros. És akkor már csak egy kell. Minden igaz. Jó, hol van? Á, sárga cép. Ah, ott van. A zöld. Nem ad a boss, köszi. Azt kérem. Akkor menjünk is vissza. Ezt ki lehet nyitni. És akkor játsszuk le ezt a sárga tépet. Where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly! Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. It's hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes! Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable? Mm-hmm. Értem. Szóval valami dobozokról beszéltek, pontosabban inkább vitatkoztak. Hát szia! Kicsit se vagy félelmetes. Gondolom ide jövök eltűnik. Á, persze ilyen. Rakjuk ide ezeket az áramkészet. Elindul ez a cucc. Kell nekünk majd egy piros ott hozza nekem. Tökéletes. Akkor most már két kezünk lesz. Tökéletes, mert elkezdtem lenni az egyik irányba. Igen. Nem kellett volna széttörnie. Vagy ilyenkor most mi van? Odébb se tudom tolni. Hát én nem tudom, én ennek utána nézek, és akkor hát ez egy ilyen nagyon rövid rész lett. De én megköszönöm a figyelmet, folytatni fogjuk legközelebb egy hosszabb része, jóval hosszabban. De most megyek Fortnite-ozni, szóval találkozunk a következő videóban.